A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lovasai most otthon maradnak, hiszen a koronavírus járvány miatt fellépéseiket is lemondták. Tudtuk meg vezetőjüktől, Bene Sándortól. A lovas IASZ csapat március elejéig mintegy 20 felkérést kapott, hogy falunapokon, lovasnapokon, hagyományőrző fesztiválokon, versenyeken vegyen részt. Azt lehet mondani, hogy március elejéig körülbelül 20 felkérés érkezett a csapat irányába, hogy különböző rendezvényeken, falunapokon, lovasnapokon, nagy hagyományőrző fesztiválokon, versenyeken vegyünk részt. És hát sajnos, ahogy márciusban beállt a koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet, akkor sorra lemondták a rendezvényeket. Áprilisban lett volna egy nagy csapat összevonásuk Pomázon, ahová Nagykörűből, Karcagról, Debrecenből, Szentendréről és Budakalászról elment volna minden csapattag egy rövid tavaszi edzőtáborba. Terveztek egy alföldi 250 kilométeres lovastúrát, amit ha csendesedik a jelenlegi helyzet, még idén megcsinálhatnak. Áprilisban lett volna egy nagy csapat összevonásunk Pomázon. Ilyenkor a csapat összes tagja Nagykörűből, Karcagról, Debrecenből és a Dunakanyari csapattársaink is Pomáz, Szentendre, Budakalászról össze szoktunk jönni, és akkor egy ilyen évelei felkészítést csinálunk, tehát végülis egy ilyen rövid kis edzőtábornak tekinthető. És áprilisban terveztünk még egy lovastúrát. Itt az Alföldön lovagoltunk volna 250 kilométert körülbelül, hát bízunk benne, hogyha csendesedik a jelenlegi helyzet, akkor ezt a túrát meg fogjuk tudni még csinálni. És hát a május-júniusi programok is úgy néz ki, hogy sorra elmaradnak mind, le is mondták őket. Májusban is többek között mentünk volna Győrbe, a Győri Lovas Színház szervezésében vettünk volna részt a Szent László Rockoperában, akkor Kárpát-medencei lovasnomád viadalt szerveztek volna Ráckevén, ahova szintén egy népesebb csapat létszámmal mentünk volna. Május végén lett volna a pomázi lovasmajál is, amit egyébként az ottani csapattársaink szerveznek, és hát júniusban Szankon lett volna egy új kezdeményezés, Kun nap címmel, ahova nagyon sok erőforrást befektettek volna a szervezők, tehát egy igazán nagy és látványos programot, rendezvényt szerettek volna életre kelteni, de sajnos ez is elmarad. Akkor ezen kívül még, amit biztosan tudunk, hogy elmarad a 54. Hortobágyi Lovasnap, ahova azt lehet mondani, hogy szinte egy évtizede már minden évben meghívnak bennünket fellépőnek, az is el fog maradni. Hát, hogy utána mi lesz majd augusztus-szeptemberben, mert ott is nagyon sok olyan rendezvény van, ahova felkérésünk, vagy felkérést kaptunk. A legnagyobb az a bugaci kurultáj, ami több tízezer vendéget vonz. Tehát azt szervezik, a szervezők mondják, hogy az meg lesz tartva remélhetőleg. Hát majd látjuk, hogy a helyzet mit hoz magával, és akkor ahhoz kell igazodnunk. Természetesen Karcagon is vannak programok, amikbe részt szoktunk venni. Tehát azzal kezdődött volna a szezon egy karcagi programmal, tehát azzal kellett volna indítanom nekem is. Március 20-a környékén lett volna a Nauris tavaszünnep, amelyet Kazaksztánban minden évben megünnepelnek, és most lett volna egy kazak delegáció, akik itt szerettek volna ünnepelni Karcagon, és hát pont akkor jött a probléma, és az volt az első rendezvény végül is, ami elmaradt, és hát a többi rendezvényen is igyekszünk majd részt venni, hogy bízunk benne, hogy a Kun hagyományok napja is majd életre fog újra kelni, tehát egy-két éve nem lett sajnos megrendezve, és a többi városi kulturális programokon is ott lesz a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület csapattársakkal, tehát igyekszünk színesíteni a karcagi programokat, és a Kovács Mihály Huszárbandériummal is több eseményen részt veszünk minden évben. A csapattagjai most otthon edzenek, lovagolnak, lovas íjászkodnak, hogy ne jöjjenek ki a gyakorlatból. Itt Karcagon is, akkor a nagykörűi csapattársaink és dunakanyari csapattársak is azért igyekeznek szinten tartani a tudásukat, meg hát természetesen saját kedvünkre lovagolni, íjászkodni. Tehát itt a karcagi csapattársak egy része is jön hozzánk ide a pusztába. Úgy gondoljuk, hogy ennek kisebb kockázati
tényezője van, tehát itt szoktunk a pusztába saját kedvünkre lovagolni, kimegyünk, körbe járjuk a pusztát, gyönyörködünk a tavaszi természetbe, madarakban, állatokban, és hát így jól telnek ezek az időszakok, azt lehet mondani. A Kecskeli pusztán saját kedvükre lovagolnak, gyönyörködnek a tavaszi természetben, a madarakban, az állatokban, és várják, mikor tarthatnak bemutatót az érdeklődőknek.